2020. októberi feladatsor, HTML, CSS, JavaScript, meg egy pici Bootstrap, tehát ez a webszerkesztés feladatsor. Én úgy kezdem mindig, hogy megnyitom azt a mappát, amiben dolgozni akarok. Tehát filemenu.openfolder, és át szoktam másolni abban a mappában a forrásokat. Most ez nálam már az asztalon kín van, egy HTML megoldások mappa, itt van 3 Tisza, web, és ezt az egész mappát akarom megnyitni. Itt szépen meg fogja nyitni, és akkor ebbe kell dolgoznom. Itt minden igazából elérhető, ami ott van, azért csinálok másolatot az eredeti forrásról, hogyha valami gond van, akkor vissza tudja másolni. Na nézzük a feladat sort. Első feladat részben a forrásként kiadott weblapon kell módosításokat végeznie, a leírás és a minta alapján nyissa meg a tisztató HTML állományt és szerkessze annak tártalmát az alábbiak szerint. Ugye itt van a mappa, a mappából a tisztató benne volt, és én rá is kattintottam, hogy nyissa meg a tisztató HTML fájlt. Jön az első feladat, weboldal karakterkódolása UTF-8 nyelven magyar böngésző cím sorában megjelenő cím. Hát elég összetettek a feladatok, tehát itt is egy feladat részben hármat kell beállítani egyszerre. Valószínűleg a pontozás is ilyen, hogyha egyet elrontunk, akkor bukta a feladat, de azért próbáljuk meg. Ugye? Kódolás. Kódolás ez meta információ, amit a fejrészbe helyezünk el. Elkezdem beírni, hogy meta. Hát itt vannak dolgok, amiket felajánl. Nekünk jó az alap meta, és akkor kiegészítjük azzal, hogy char set, vagy char set. Kéne volna, hogy UTF kötője 8. Be van állítva a karakterkódolás. Következő, nyelvi beállítás magyar. Ugye látszik, hogy itt a HTML tagbe belerakták, hogy language, lang. Ugye ráviszem az egeret, és ott tartom egy kicsit, akkor elmondja, hogy mire szolgál az a dolog. És hát endre van állítva, az az angolnak a megfelelő kódja, ezt át kell állítanom ura, mert hogy magyarra kell nekünk. Böngésző cím sorában megjelenő cím, az megint egy olyan beállítás, amit a fejrészbe kell belerakni. Ez az úgynevezett cím, title. És ide beírjuk azt, amit be kell írni, mégpedig tisztató. Hát ha valahol már a weboldal szövegébe szerepelt ez, akkor felajánlja, mint opciót. Ez olyan, mintha neki így folyamatosan bővülne a szótára, ami a szavakat ismer, de igazából csak azokat a szavakat ismeri, ami magában a fájban van benne. Tehát még véletlenül se tud magyarul valaki ezt feltételezni, hogy milyen jó lesz majd. Nem. No, a weboldal fejrészében helyezzen el hivatkozást a tisztató CSS stíluslapra, valamint a tisztató JS állományra a meglévő hivatkozások után. Hát itt vannak a meglévő hivatkozások, ugye lehet látni, CSS, JavaScriptek, de való hivatkozását, akkor hát vagy ide, vagy oda, igazából tök mindegy. Azt mondta, hogy hivatkozások után akkor ide fogom berakni. Lehet látni egyébként, hogy hogyan lehet hivatkozni CSS-re, lehet látni, hogyan lehet hivatkozni JavaScript-re, ennek megfelelően lehet elkezdeni akkor gépelgetni. Elkezdem beírni, hogy link, egyben látszik, hogy van itt egy ilyen, hogy CSS, az kell nekünk, és itt a style CSS-t kell átírni a megadottra, tisztató CSS. És akkor meg is van a stíluslap, jöhet a JavaScript, hát látszik, hogy a JavaScript az úgy kezdődik, hogy script, akkor elkezdem petyögni egy script. Hoppá, na, ez most félig sikerült jól. Azt kellett volna kiválasztani, hogy script src, de félre nyomtam, nem baj. Elkezdem beírni, és akkor meg lesz. src, ugye ott adom meg, hogy mi a forrás, source. Azt mondja, hogy tisztató.js. Jó, akkor ez is megvan. Tehát a kettes feladat is megvolt. Hármas feladat. A weboldal képlapozó sávjában az utolsó kép után helyezzem el egy új képet, az új kép forrása fej3 JPG legyen, a képhez tartozó címkék, ha a kép felé viszük az egeret, vagy a kép nem tölthető be, tavirózsák legyenek, az új kép befoglaló keretét formázza a másik két képkerettel, azonos osztály kijelölővel. Hát az ember megnézhetné, hogy mit tud ez a weboldal, így ahogy most van. Hát először is menteni kéne, ugye itt az Open Editornál van egy olyan ikon, hogy Save All, azon mindent el lehet menteni, illetve ha ráviszem az egeret és kattintok a jobb egér gombba, van ilyen, hogy Open in Other Browsers, és kiválasztom mondjuk, hogy a Firefox-ba nyissa meg, hát látom, hogy mi ez, mit tud. Ezzel lehet itt fönn
lapozgatni a képek között, látom, hogy két kép van. Akarok lenni, hogy melyik képek azok, akkor azt mondom neki, hogy jobb egérgomb kép megjelenítés, és látszik, hogy a fej egy, vagyis hát itt most fej kettő van, de akkor valószínű, ha fej kettő látszódik, hogy a másik kép az meg a fej egy lesz. Így van. Meg megkeresem, hogy a forrásban az hol található. Megyek lejjebb, ugye ez képlapozó, ezt angolul úgy hívják, hogy slideshow. Nem árt angolul tudni, hogyha valaki informatikával foglalkozik. Akkor látszik, hogy ez a rész a slideshow, és itt van a két kép, amiről beszélt. Nekünk egy harmadik ugyanilyen részt kell csinálni, úgyhogy fogom és a középsőt, második képet azt így kimásolom, és a második képnek a részét kimásolom. Egy az egybe beillesztem, annyit csinálok, hogy átírom fej 3 JPG-re, és itt átjavítom a vízisétát. Na most ez úgy működik, hogy egyszerre több dolgot is ki lehet jelölni, viszont nem simán csak a kontrollal meg az egérrel, mert az itt valahogy nem az igazi. A Visual Studio kódba, viszont ha én kijelölöm ezt a szöveget, hogy vízisétány, és megnyomom a Ctrl D-t, akkor a következő, ugyanennek a kijelölt szövegrésznek a következő előfordulását is kijelöli. Egyszerre a kettőt tudom beállítani. Jó, tehát mind a két vízisétány is ki van jelölve az Alt-nál is, meg a Title-nél is. Az Alt az ugye ha nem tudja betölteni a képet, milyen szöveget, vagy mit jelenítsen meg, ugye alternatív text nevezetű attribútum, a title az meg a képnek a címe. Ez fogja azt csinálni, hogy ha ráviszem az egeret, akkor valami feliratot megjelenik. Na de itt vízisétány helyett kell nekünk az, hogy tavirózsák. Most ki van jelölve mind a két vízisétány, ugye kijelöltem az elsőt, megnyomtam a Ctrl D-t, az kijelöli a következő előfordulását ennek a kijelölt szövegnek, tehát ezt így egyből mellette, és elkezdem beírni, hogy tavirózsák. Azért elég látványos, hogy egyszerre írom be az altot is, meg a title-t is. Egy kicsit föl lehet gyorsítani a munkát. Szóval beállítottuk a tavirózsákat, akkor képek azonosító kijelölővel megjelölt keret osztálybesorolását javítsa konténerről konténer fluidra. Hogy micsodát? Na, itt van a képek azonosítójú osztálybesorolású, vagy nem? Nem. Hogy van ez lefogalma? Képek azonosító kijelölővel. Ugye azonosító kijelölő az az ID. Osztály kijelölő az a class. Azt mondta, hogy a képek azonosító kijelölővel megjelölt keret, ugye ez div, az egy keret, osztálybesorolását, tehát ezt a részt kell nekünk javítani. Containerről, container fluidra. Itt fel is ajánlja itt ezt az opciót, ki is választom. Jó, meg vagyok. Nézzük tovább. A Tiszató földrajza blogban. Meg kell keresni azt a blokkot, amiért Tiszató földrajzáról szól. De nem fogok itt lapozgatni, hanem elkezdem keresni. Ctrl-F-fel lehet keresni. Tisza, kötőjel, tó, szóköz, földrajza. És akkor nézzük meg, mi van itt. Tiszató földrajza blogban jó. Hát meg kell nyitnom a HTML-t, hogy átlássam, mert most itt per pillanat nem nyitom, nem látom át, hogy mi a helyzet. Itt van. Ja, hogy van benne egy táblázat. Oké, így már értem. Úgy kezdődik, hogy a tiszató számokban, igen, itt a táblázat T-ből. Így van, itt innen tart a peltéből-ig, tehát itt a táblázatunk. Táblázat első sorában készítsen cella összevonást. Táblázatunk első sora, ugye T-ből row, azon belül van a TH, T-ből header. Ebben kell összevonást csinálni. Ugye az oszlopok összevonása az a colspan, és két oszlopot kell összevonnom. Colspan 2. Na nézzük meg, mit alkottam. Ugye ilyen volt előtte. Ilyen volt előtte pontosabban. Nem tudom, miért a turisztikai részt néztem. Mindegy, itt is volt táblázat. Szóval tisztató földrajza részben ilyen volt előtte. Most mentettem. Ha újra betöltöm, akkor látszik, hogy itt van egy összevonás, és akkor ez itt teljes táblázat szélességű lett, ez a cella.
Jó, nézzük tovább. A blokk mindkét négyzetkilométer mértékegységben tegye felső indexbe a ketteseket. Van itt egyszer egy, meg szerintem meg itt van egyszer egy. Többet ilyet nem látok. Úgyhogy, hát nézzük meg, keressük meg. Négyzetkilométer van, ahol a szövegben van itt egy olyan. Itt van. Itt ezt a kettest. Felső index az a... Beírok két szó közt, és akkor, hogy mindentől elkülönítem tudjam beírni. Ez a SUP-na. SUP nevezetű dolog. Superscript az a felső index. Ugye a kettest kell a SUP és a PERSUP közébe rakni. Szóközök ne nagyon legyenek benne, csak maga a szám. Mert akkor, ha vannak szóközök, ugye akkor ez is meg fogott jelenni. Superscript, akkor ez a felső index, az alsó index az meg... Na, szintén ez se kezdődik, csak most nem jut eszembe, hogy szintén három betűs. Na szóval az egyik megvan, a másik az valahol a táblázatban van. Itt van felszíni területnél. Megint beírok szóközöket, és akkor elkezdem beírni, hogy SUB, ki lehet választani. SUB, azt hiszem az az alsó index. Subscript, igen, az az alsó index, és SUB, felső. Superscript kell nekünk. De csak a kettesre kell használni, tehát a kettes előtt elkezdődik, kettes után vége is van. Jó, megnézem, mit alkottam, hogy tényleg az lett-e. Hát, igen, itt a négyzetkilométer az jó lett, itt érdekesen jelenik meg, de hát ezzel én már nem fogok foglalkozni. Van ott szó köz, vagy valamit behagytam. Igen, a kilométer után itt hagytam egy szó közt, ezt kitörlöm. Pont mondtam is, hogy nem kéne behagyni a szó közt, hát én behagytam. Na, most már jól néz ki. Nézzük tovább. Az utolsó bekezdés végén található világörökség szóra készítsen új oldalon megnyíló laphivatkozást. A lapon, ha a célod egy címét megtalálja a tisztató HTML dokumentum legvégén található megjegyzésben. Na nézzük, mi van itt a legvégén a megjegyzésben. Itt van a legvégén a megjegyzés, hát fogom és ezt csak a szöveget belőle kimásolom. Aj, mondom, másolom is. Beillesztést nyomok. Copy. És mire kell? Világörökség szóra. Hát nem fogok keresgélni, hanem magával a keresővel. Jó, és akkor itt lehet előre ugrani. Hát nyilván nem ez lesz. Itt van. Világörökség. UNESCO világörökség része. Nézzük csak. Itt a mintában, vagyis nem itt a mintában, hanem itt a mintában a feladatsornál. Óha! Nagyon jó mintát adtak. Teljesen jól látható, még jó, hogy lehet nagyítani. Itt van, hogy világörökség. Erre kell a hiperhivatkozást beállítani. Na nézzük akkor ezt a fantasztikus hiperhivatkozást. Ugye a hiperhivatkozás az az A. Ankor. A. Ja, előtte, már hogy a szó előtt kezdődik, és a virágörökség szó után van vége. Oda jön a pera. És hogy mire mutasson, hát azt most ügyesen kimásoltam rá valami más szöveget, mármint a vágólapra, úgyhogy újból másolom, és megkeresem újból. Itt van. És akkor HRF részhez beillesztem a linket. És azt mondta a feladat, hogy új oldalon kell megnyílnia, akkor target, alulvonás blank, az jelenti azt, hogy új oldalon nyíljon meg. Megvan. Megcsinálta a hivatkozást, itt lehet látni, most már kész a hivatkozás, rákattintok, új munkalapon megnyílik. De nézzük tovább a feladatot. Tiszató turisztikai vonzereje blogban. Tiszató turisztikai vonzereje blog. Nagyon jó.
Hát nem fogok keresgélni, hanem azt mondom, hogy vonz erre. Yes. Itt van. Mivel ketté van osztva a képernyőm, ezért eléggé. Nem sok minden fér ki, de igyekszem. Szóval Tisza turisztikai vonzereje blokkban a blokkok hasávjának az arányát 6-6-ról módosítsa 3-9-re. Ugye lehet látni, hogy hát ez maga a fő cím. Alatta van az, hogy itt valami sor következik. Ha belekattintok, akkor látszik, hogy honnan, meddig tart a sor. Idáig tart a sor. Tehát innen kezdődik a sor, és idáig tart. Soron belül oszlopok vannak, az oszlop ugye a col, mint a táblázatnál is volt a colspan. Itt a col, egyik col, másik col, tehát két oszlopunk van. Igazából 12 lehet a szélesség, és azt lehet különböző arányokban elosztani. Ugye a bootstrapben 12 lehet a szélesség. És azt mondja, hogy a 6-6-ról, hát nyilván, hogyha itt látom, hogy 6, meg itt is látom, hogy 6, akkor ez befolyásolja a szélességet. Ezt kell átállítanom 3-9-re, akkor átállítom 3-ra, a másikat meg átállítom 9-re, és megnézzük, hogy mi lett az eredmény. Tehát ilyen volt, most frissítek egyet, ilyen lett. Egyik oszlop jóval keskenyebb, mint a másik. Oké. A táblázatot egészítse ki egy új sorral, a cellában a fazekos emberek szöveget helyezze el. Kattintás eseményre a turizmus függvényt hívja meg a fazekos szöveggel. Hát, tök jó, itt van nekünk a turisztikai célpontok rész. Hát, lehetne simán másolni, nem? Dehogy is nem. Ugye, T-body az a táblázatnak a test része, tehát a felső rész az a head, az másfajta formázást jelent, a body az a további része a táblázatnak, a TL, table row, az egy-egy sort jelent, a TD, az pedig table data, azaz a cellen belüli adat. Most azt mondja, hogy egy új sort illeszek bele, hát nem fogok én képelgetni, hanem ennyi itt van utolsó sor, ezt kimásolom, és be is illesztem újból utolsó sorként. Annyit csinálok, hogy egy szabad strand helyett azt mondja, hogy legyen az, hogy fazekas mesterek, csak nem tudok írni, fazekas mesterek, és hogy hívja meg, ha rákattintok, akkor hívjon meg valami függvényt. Ez azért jó, hogy kimásoltuk, mert itt mindegyiknél van valami olyan, ami meghív egy függvényt. Az on-click, ugye az a kattintás, ami történjen, meghív egy turizmus nevezetű függvényt valamilyen paraméterrel. És azt mondja nekünk itt a feladat, hogy a turizmus függvényt hívja meg a fazekas szöveges paraméterre. Hát akkor fogom, és a strandot, mert ugye azt is előbb kimásoltam, átírom fazekasra. És akkor megvan a feladatnak a megoldása. Ennyi volt. Nyilván nem tudom, hogy a JavaScript-ek már működnek-e, vagy működőképesek-e, de hogy valami van. Jó, ha frissítek az oldalon, akkor lehet látni. Ugye, ha rákattintok valamire, akkor be gondolom azt jelenteni, hogy valami függvény meghív, ami annyira nem működik, de hogy maga a függvény megjelenik, vagy megjelenítene valamit, csak valamire a képet nem tölti be. Valószínű később ezt még módosítani kell. Na, de a lényeg az, hogy a B rész megvan a hatos feladatban. C. Mind a hat turisztikai célpont cellájánál új esemény felvételével állítsa be, hogy az egérkurzor elhagyja az elemet, akkor a képrejt függvény fusson le. Ez ugye ha ráviszem az egeret, vagy lehúzom róla az egeret, vagy valami ilyesmi beállítást jelentene. Nézzük meg, miket lehet. Ugye, most itt a legelsőnél, ahol már ilyen függvényeset kell használni, az a Tiszatavi Ökocentrum, ugye az az első. Tehát ott fogok valamit ügyködni. Nézzük meg, hogy ugye az esemény az mindig úgy kezdődik, hogy on. Tehát valamikor történjen valami. On, azaz a valamikor akarja jelenteni angolul. Mondjuk azt mondom, hogy on, és akkor látszik, hogy milyen lehetőségek vannak. Mi kell nekünk? Ha az egérkurzor elhagyja az elemet, próbáljuk meg az on. On drop nem, on drag end.
Ondrag. Na nézzük, csak megnézem. Jaj. Na, fölraktam ezt az offline dokumentum kezelőt. Kirakom az asztalra az ikonját. Ne kelljen mindig keresgélni. És akkor mondjuk on drag JavaScript on drag drag handler drag strap. Ó, itt le van írva, hogy melyik böngészőkkel működik. Sziasztok, drag. Drag start. Hát, szerintem ez lesz a jó, de ha nem, akkor majd módosítunk rajta. Ha ráviszem az egeret, vagy elviszem onnan az egeret. Hát vagy az ondrag, vagy az ondrag end, nem tudom most. Megpróbáljuk így az ondraggal. És akkor mit kell meghívni? Valami függvényt meg kell hívni, azt mondta. A képrejtett nevezeti függvény fusson le. Tehát ondrag esetén képrejt nyitó zárójel, záró zárójel, és egy fontos ez. Hogy ez a függvény fusson le. Na most, ha ráviszem az egerem a tiszatavi ökocentrumra, jó, ha elviszem az egeret, akkor jó, hát akkor ez nem igazán működőképes. Tehát ökocentrum on drag, akkor mi lehet, papá? Nem akartam kirakni teljes képernyőre. Na. Akkor ráviszem az egeret. On mouse over. Nézzük csak meg ezt. Tehát ha ráviszem, rákattintok, megjelenik. Ha elveszem az egeret, akkor eltűnik a kép. Itt viszont nem. Hát, hold mouse over. Ez se tűnik szimpatikusnak. On mouse up, on mouse. On mouse wheel, on pause. Hát jó, legyen akkor. Egyenlőre az on mouse over, aztán majd megnézem a megoldásból, hogy mi. Nem vagyok benne biztos. De ezt kell mindegyikhez berakni. Ctrl-C. Ctrl-V. Az lenne a cél, hogy rákattintunk az egyes táblázatban szereplő értékekre, akkor ugye megjelenjen a kép, ami most egyenlően nem működik rendesen, de meg kéne jelenni a képnek. Utána pedig be kéne... Ha elviszem onnan az egeret, akkor vissza kéne jönni a szövegnek. Na, majd mindjárt. Most, hogy mindenhova. Ha rákattintok, megjelenik a kép, ha elviszem, akkor... Hát ez igazából akkor működik, ha következő menüpontra ráviszem az egeret, hiszen ha rámozdítom az egeret, akkor... De mindegy, megnézzük a megoldást, hogy melyik eseményre kellett volna. Én most azt mondom, hogy az on mouse over, de nem biztos, hogy az a jó. A blokk jobboldali hasábjának második bekezdését formázza meg a bootstrap primary osztály kijelölővel. A blokk baloldali hasábjának. Mi van? Baloldali hasábjának. Második bekezdését. Baloldali hasáb, az ez. Második bekezdés, az a tiszatavi ökocentrum. Azt formázzam meg.
Hát ez szerintem jobb oldali akart lenni. Drága feladatsor. Jó. Mert az is van ide írva, hogy jobb oldali, akkor miért olvasok bal oldali? Szemüvegben. Szóval, blokk jobb oldali. Az itt van. Abból a középsőt. Azaz a második bekezdést kell, azt mondja, a bootstrap osztálykijelölő, akkor ez class. Text, kötőjel, primary, primary, így, meg is van. Ki is emelte a megfelelő beállítások mentén, ahogy be van állítva. No, Tisza tó növényvilága. A blogban végezzel a következő módosít. A képeket közvetlenül tartalmazó kereteket formázza meg a meglévő osztálybesorolásokon kívül a növénykép osztály kijelölővel is. Itt van ez a kép, ez a div class col py3, meg itt is div class col py3. Ezt akarnám én még módosítani. Ctrl D. Na most miért nem működik? Kijelölök valamit. Ja, mert a szóközt azt már nem kell. Így. Ctrl D. Igen, arrébb tudom mozgatni a kurzort. Jó. És akkor be tudom írni, hogy növeny cap nevezetű osztálykijelölő kell még. Így. Egyszerre beállítottam mind a kettőt. Meglett a növénykép. Hát most már másképp néz ki, mint előbb. Kinézett. Aztán megfelelő új HTML elem beillesztésével írja el, hogy a képeken látható virágok nevei a kép alatt jelenjenek meg. Hát... nem tudom, van ott szóköz, vagy térköz? Nincs. Itt néztem a feliratokat, mert hogyha bekezdésbe rakom, akkor ott biztos, hogy lesz valami hézag, a térköz. Hát akkor egyenlőre egy sima egyszerű sortörésbe rakok a szövegek elé. BR, mint break row. Egyszer ide egyet, egyszer ide egyet. Jó. Megnézem, hogy mi az eredmény. Hát ott van alatta, külön sorba. Akkor nézzük a további feladatot. Jó. Nyissa meg a Tiszató CSS állományt. Igen. A kettes szintű címsorok karakterje legyenek félkövérek. H1, H2-t kell nekünk keresni. Itt van. Félkövér az ugye valamilyen szövegbeállítás. Azon belül is font. Mert hogy a font az a betűtípus. Font size az a méret, az nem lesz jó. Font weight az szerintem jó lesz. Itt van, hogy bold. Tehát félkövérnek kell lennie. Oké. A madárkép osztály szelektorában található kurzor bejegyzést hatástalanítsa a kursor törlése nélkül. Meg kell keresni a madárképet. Ugye hatástalanítani kell, azaz át kell alakítanunk megjegyzésé. Megjegyzés per csillag, és ameddig tart, csillag per. Tehát akkor ezt a részt itt megjegyzésé alakítottam. Növénykép osztálykijelölővel formázott szöveges tartalmat igazítsa vízszintesen középre. Hát meg kéne keresni növénykép. Azt mondja, hogy szöveges tartalom. Szöveget úgy lehet középre igazítani, hogy text align középre, az meg a center. Ez is megvan. Ha megnézem, akkor most már ugye középre van igazítva. Tök jó, most már hasonlít a mintához, most már csak a JavaScriptnek kéne működnie. Nyissa meg a tisztató JavaScript állományt, módosítsa annak a tartalmát a következők szerint. Módosítsa a turizmus függvényt, hogy a kép a képek mappából töltődjön be. Ugye itt van, hogy honnan töltődnek be a képek. Hát ezt onnan tudom, hogy ugye document.getElementById turizmuskép.src, tehát hogy a turizmus kép azonosítóval megjelölt elem. Be kell keresni, turizmus kép.
azonosítóval megjelent elem. Mi lenne, ha rákeresnék? Akkor nem menne el vele éjszaka. Turizmus. Kép. Itt van. Image turizmus kép. Hogy erre azonosítója van neki. Tehát biztos, hogy ez lesz az, ami a képeket kiszedi. SRC, mint kép forrása. Amelyik az ugye mindig változni fog, hogy melyik képet jelenítse meg. Pont JPG a kiterjesztése. Ez itt stringként van megadva, hogy pont JPG. Ez is egy string érték lesz. Az lesz a fájlnak a neve. De előtt itt be kell írnunk, hogy melyik mappából nyissa meg. És ha megnézzük, hogy a HTML fájlunk az itt van. A HTML fájllal egy szinten van a képek mappa, és a képek mappából kell majd a képeket megnyitnia. Tehát szerintem ide kéne rakni az elejére, hogy a képek mappából nyissa meg. Hát ezt most én így megpróbálom úgy, hogy írom, hogy képek per. És ahhoz adjuk hozzá, tehát hogy a képek mappából nyissa meg majd az adott fájl nevű JPG kiterjesztésű fájlt. Hogy működik el, mindjárt kiderül. Ó! Megjelentek a képek. Hát hogyan tudnám leellenőrizni, hogy ez tényleg jó-e? Rákattintok, jobb egérgól mondjuk elemvizsgálata, és elkezdem a képet vizsgálgatni. Nem is, inkább a képre nyomok rá, hogy elemvizsgálata. És akkor lehet látni, hogy honnan szedi a képet. Ugye SRC, ugye az ott, vagy SRC, képek per ökocentrum. Tehát akkor jól adtuk meg, hiszen ezt írtam én be, tehát ez jó. Itt le lehet ellenőrizni. A normálisabb böngésző programokban ez a jobb egérgó vizsgáló, vagy vizsgálat, vagy elemvizsgálata, ez azért jó, hogy át tudjuk nézni a HTML-ünket. Módosítsa a képrajt függvényt, hogy annak ne legyen formális paramétere. Hát, ugye a képrajt függvényünk az itt van. Paraméter, amely itt van. Hogy milyen paramétert várna. Ha azt mondjuk neki, hogy ne várjon paramétert, akkor megszüntettük a formális paraméterét, szerintem. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez a feladat, ez így kész van. Mindent elmentek, megnézem a böngészőbe újból, szerintem teljesen jó, most már. JavaScript az arra van használva egyébként, hogyha itt rárakattintok valamelyikre, akkor megjelenjen a kép. Hát itt majd a mouse overt, azt mindjárt megnézzük, hogy ez tényleg az-e. De én úgy gondolom, hogy ez legyen a legnagyobb hiba. Tehát valamilyen függvény, ami az egérmozdulásra vagy egérmozdulásra reagál, mindjárt meg is nézem, hogy mi a megoldás szerintük. Ez ugye informatikai ismeretek, megoldási útmutató. Tisza. Visszató, JavaScript, fejrész módosítás. Igen. BR HTML elem, tehát akkor sortörést ezt jól gondoltam. És... Na, hol volt ez a... Képrejt, világörökség, szup. Na mindegy, mindjárt rákeresünk. Hon. Hát on mouse overt nézték ők is, vagy csinálták ők is, legalábbis azt írják itt a megoldásban. Úgyhogy hát én próbáltam olyat kiválasztani a meglévő lehetőségek közül, ami arra a célra jó, ezt találtam a legjobbnak, úgyhogy ez most bejött, de na, egyáltalán nem voltam benne biztos, hogy ezt kell. Jó, ha valamit az ember nem tud, kihagy egy feladatot, csinálja tovább, azért vannak olyan könnyű feladatrészek benne, ahol sokat nem kell gondolkodni, és ha az ember nem tudja a JavaScriptet, akkor nem tudja a JavaScriptet, oké, de a HTML, CSS részt azt meg lehet csinálni simán, tehát akkor is a 20 pontból el lehet érni jócskán pontokat. Ugye egy feladatban van, ami teljesen 40 pontot ér, de abból 20-at ér a webszerkesztés, és 20-at ér a
az adatbázis. Jó, hát köszönöm szépen a figyelmet, tehát ez a kész feladat.